160 évvel ezelőtt, 1856. augusztus 31-én szentelték fel az esztergomi bazilikát, amely azóta több felújításon és rekonstrukción is átesett. A Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyház tetőszerkezete jelenleg is felújítás alatt áll. Most a folyamat tervezésekkel indult el, és az első szakasza lezárult már. A propüléum, az oszlopos előcsarnok a templomhoz elkészült. Augusztus 15-ére a búcsúra ez már készen állt állványzatok nélkül. Most a következő szakaszban a kupola teljes felső, külső és belső felújítása zajlik, ami kívülről leglátványosabban jelenti a keresztnek a felújítását. Ebből már kiemeltük az 1845-ben elhelyezett időkapszulát, illetve a teljes vörös részborítás cseréjét a kupolán, ami azért lesz érdekes, mert a megszokott zöld szín helyett először egy rövid időre egy élénk ragyogó vöröses rész árnyalat tűnik elő, majd évtizedes szinten egy mattabb, barnább árnyalatot látunk majd ott. Ezzel párhuzamosan zajlik a belső felújítása a kupolának, az építészeti sérülések eltávolítása és a stukkó díszítésnek a teljes helyreállítása, hiszen ez annak idején, az 1880-as években, amikor elkészült, Európa egyik csúcsszínvonalú műhelyéből került ki, tehát kiemelten védendő. Hogy innen hogyan folytatódik az út, ez most tart tervezés alatt. Az északi és a déli tornyok felújítása összefügg belső funkciók átgondolásával, a turisztikai, illetve a bazilika életét kiszolgáló terek kialakításával. A templom külső falai nagyon is renoválásra szorulnak. A templom tetőzetei, itt egy nagyon összetett tetőzetrendszerről van szó, úgynevezett belső udvarokkal, nagyon izgalmas tetőmegoldásokkal. A templom külső és belső felújítása várhatóan 2025-ig fog elkészülni, amelyet követően a bazilika orgonájának rekonstrukciója is elkezdődhet.